A környezettudatosság, a fenntartható fejlődés, a klímaváltozás kapott nagy hangsúlyt a feladatoknál. Novemberben kezdtek el együtt dolgozni a diákok. Az idei évben például 3D-s kabala figura tervezés, prezentáció készítés, egy környezettudatosságra épülő játékprogram elkészítése, illetve a környezettudatosságra sarkalva egy környezettudatos blog elkészítése. Amikor volt szabadidőnk, akkor például telefonon beszéltünk egymással, vagy délután az infóterembe csináltuk, amikor Krisztina beengedett minket. Vagy most ugye itt digitálisan felhívtuk egymást például a Discordon, vagy Messengeren, és akkor úgy csináltuk. Tavaly is elindultak ezen a versenyen. Idén meg eldöntöttük, hogy újra nevezünk, és újra ugyanaz a csapat leszünk. Hát ha ugyan olyan jó, vagy jobb helyezést érünk el, mint tavaly, mivel tavaly harmadikak lettünk. És így találtuk ki, hogy együtt leszünk. A blogos feladat az hasonló volt, mert tavaly meg egy weboldalt kellett csinálni, idén meg egy blogot. Meg a SWE is hasonló volt, mert tavaly nem prezentációt kellett csinálni, hanem egy plakátot, ami nagyon hasonló volt a kettő program, amit használtunk. A tervezett játékuk elsősorban a kisebbeknek szól, a blog pedig az iskolai életet is jól bemutatja. Ez egy kétszemélyes játék, és egy bevásárló kocsival kell elkapni a szemeteket, a fát pedig nem, mert ha azt elkapjuk, akkor pontvesztés jár, és aki a legtöbb szemetet kapja el, az fog győzni. Úgy csináltuk ezt a blogot, mint hogyha egy cég lennénk, és írtunk olyanokat például, hogy az iskolánkban papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, hogyan spóroljunk vizet, és ezeket írtuk. Rengeteg energiát fordítottak a diákok erre a versenyre. Olykor korábban nem tanult programokkal is dolgozniuk kellett. Igazán az utolsó két fordulót ők nagyon-nagyon szépen meg is nyerték. Ezzel sikerült az 5 pontszámuknál is első helyet szerezniük. Ami annyit jelent, hogy ez a verseny nem csak az 5 pontszámos győztest értékeli, amit ugye a PRG csapat lett, hanem tulajdonképpen az egy-egy versenyszámot is külön értékeli, és a legmagasabb pontot elérő csapat ott is díjat kap. Úgyhogy az az igazság, hogy ők 3 díjat fognak elhozni, ugyanis nem csak az összesítést nyerték meg, hanem az utolsó két fordulót, a programozási részt, illetve a blog készítést. Az eredményhirdetést szeptemberre tervezik.